Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Kérlek, írjátok meg, hogy jól láttok, jól hallotok-e? Minden jó, köszönöm, Ági. Facebookon lányok, fiúk, akik itt vannak, kérlek, írjátok meg, hogy jó-e minden. Szia, Viki, köszi! Minden jó. Szuper, picit még várunk, hogy tudjatok többen csatlakozni. Mi újság? Hogy vagytok? Mindenki jól van? Ki fáradt, ki nem? Picit még próbálom állítani a szöget, hogy minden... Majd amit csinálok... Picit följebb kell vinnem, mert nem fog ideje félni az ecset. Fejfájós van. Gondolom ez a hideg front azért megdobott mindenkit. Olyanok voltunk, mint a mérgezett tegerek, vagy lefújt legyek, vagy még egyéb ilyen hasonlatokat tudnék mondani. Tehát, ha majd egy kicsit jobb lesz. Hoztam nektek olyan dolgot, mint amit itt láttok, és hát ettől majd vidámabbak lesztek, és holnap meg fogjátok tudni majd csinálni a vendégeknek. Közti Szilvi, másik Szilvi is itt a Facebookon, minden jó. Igen, hát megmondom őszintén, én is örülök neki, hogy nincs olyan meleg, pedig én azért meleg párti vagyok, de hát most jó, ez egy kicsit ez a felfrissülés. Pár nap és visszaáll a nyár. Na, jól van, látom, gyülekeztek. Van-e olyan köztünk, aki itt új, most van először? Kell-e bemutatkoznom, vagy esetleg már mindenki tudja, hogy ki vagyok, vagy csak a körmömet így benyújtom, és akkor látjátok. Na mindegy. Szerintem elkezdem. Jó, én azért bemutatkozom, mert én úgy szoktam illendően. Aki még esetleg nem ismer, Mihály Beáta vagyok, a Two & Beauty fejlesztő oktató körmöse. Ma a keddet velem fogjátok tölteni. És hoztam nektek egy-két újdonságot, meg inkább most technikát hoztam, ami esetleg egy picit fel tudjátok dobni ezeket a gyors szalondíszítéseket. Még ilyet nem mutattam, de természetesen van benne nyomda. Hemo és TPO-mentes géllakokat hoztam nektek, ugye, amik nem olyan régi jelentek meg, egy vagy két hete, pontosan nem is tudom. Szerintem, vagy a múlt héten, vagy előző héten. Most agyonütök se tudom, de mindjárt meg is mutatom, hogy melyekek azok, és akkor tudjátok nézni, hogy a Hema Free 85-ös és 87-es géllakot fogom használni ehhez a szép kis hát mutatom közel, kicsit ilyen pittypangos mintához. Nekem ez az egyik kedvenc motivumom. Bocsánat, hogyha kimentem az egyik kamerából, de mindjárt visszamálltam a másikba, mert egyszerre ugye két kamerával dolgozom. Úgyhogy egy picit elnézést kérek innen is, meg onnan is, TikTok és Facebook. Ugye, körbe rakjuk magunkat mindennel. Azt azért, aki még esetleg új vagy nem tudja, ugye a Facebookon visszanézhető lesz a ma esti élő, illetve nem csak a ma esti, hanem mindegyik élő. A TikTokon sajnos nem tudjátok ugye a live-okat visszanézni.
De Facebookon, a tuambeauty.com Facebook oldalán várunk szeretettel mindenkit, aki esetleg lemarad az elejéről, végéről, vagy éppen vissza akar nézni valamit, akkor vissza tudja pörgetni. Jó? Ez mindegyikre vonatkozik. De szerintem belevágok, és csinálunk egy ilyen kis kék, sárga, kis üdevirágos, kis pippangos, nem tudom milyen virágos kis díszítést. Villám gyorsan, ugye, szalonba dolgozunk, nincs idő festegetni órákat, meg portrékat, meg mit tudom én. Mint szoktátok, megszoktátok, én gyors szalondíszítést szoktam nektek hozni, így a mindennapos életünket, mivel tudjuk szebbé, jobbá és gyorsabbá tenni. Ugye mondtam nektek, hogy ezt a két géllakot hoztam, 085-087, ebből fogok készíteni egy ombrét, egy ombre lakkozást, géllakkozást. Próbálom így irányítani. Talán, hogy beleférjek, de még mindig túl alacsony. Picit feljebb kell vinnem, mert nem fér ide a kezem. És majd még az ecset sem. Nem tudom, így talán jó lesz. Próbálok rátok nézni majd, ha bármilyen kérdés van, vagy bármit szeretnétek tudni. Talán benne vagyok mind a kettőbe így. Akkor közben nyugodtam. Szóval ezt a két HMA és TPO mentes géllakot hoztam, ami egy ilyen csodaszép pasztelsárga, citromsárga. Én nagyon szerettem amúgy a sárgát valamivel kombinálva, de csak ezeket a kis paszteleket. És természetesen egy szép kis kéket hoztam még nektek, egy ilyen kis babakék és babasárga verzió lesz most az ombrénk, jó? Én szerintem el is kezdem, és egy picit félre rakom, hogy ne legyen annyi dolog, amire zoomolnia kell a kamerának, mert akkor könnyen behomályosodhat. Ugye először a 085-ös géllakot használom, saját ecsetét fogom az ombréhoz használni, és az egyik oldalára felviszem, nem túl vastagon, nem túl vékonyan. Láttok rendesen? Próbálok azért figyelni, hogy mind a két kamerába látszódjon. Majd a 087-es, mint ahogy az előbb mondtam, egy ilyen kis pasztel, kicsit szürkés kékez. Felviszem a másik oldalra. Ezek nagyon jól fedő, jól pigmentált géllakkok, jól lehet velük dolgozni. Egy picit rámostam a sárgára, és már mehet is be minimum fél percre a lámpába. Ugye ez nyilván lámpafüggő. A hemamenteseknek azért van, amelyik túl pigmentáltak, vagy nagyon erősen pigmentáltaknak, azért lehet, hogy kell a 45 másodperc, vagy akár egy perc is. Ez mind ugye a lámpátok függ, hogy kinek milyen erős a lámpája, ezt ki kell tapasztalni, úgyhogy majd nézitek, de fél perc még kevesebb ideig szerintem ne legyen soha bent, oké? Okay. Na mindjárt letelik ez a fél perc a sütőbe, megköttettem, ugye itt látszódik azért az ombre hatás, és akkor jön a következő réteg. A következő réteget most a kékkel kezdem, innen a szélétől indítom, és haladok befelé, amikor már az ecsetemen nem túl sok anyag van, akkor megyek így szépen rá a sárgára. Majd jön a 085-ös sárga géllak, nem kell sok anyag, le lehet húzni a szélén, ne csucsogjon az ecsetetek az anyagban, akkor nem lesz jó, mert akkor túl sok lesz az anyag, és nem tudjátok összemosni. Jó, őt is elkezdem itt a szélén, ugye a sárgát, a nagyját ide a szélére viszem, és akkor, mikor már fogy az ecseten az anyagom, akkor rámegyek szépen erre a kékes szürkére, majd végig megyek rajta, és tulajdonképpen
Ennyi volt az ombrénk, tehát egy megfelelő géllakkal pillanatok alatt a saját ecsetével is meg tudjátok ezt csinálni. Hogyha esetleg sok az anyag az ecsetem, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan csináljatok, mutatom a másikba, és nyugodtan csináljatok törlést, és akkor utána még ki tudjátok esetleg igazítani, hogyha ha túl sok anyag maradt. Tehát majdnem szinte száraz ecsette, de nyilván aki esküszik az ombre ecsetre, vagy bármi olyan dologra, ami neki bevált, azt nyugodtan csinálhatja azzal is. Jó, tehát ez csak egy tipp, ez csak egy lehetőség. Megnézem közben, hogy írtatok-e valamit. Nem igazán. Másik, akkor nem igazán. Úgyhogy jó, akkor várunk egy kicsit, még ugye megköt ez a tippecskénk. Szuper. Legalább ugye fél perc, de hogyha egy kicsit tovább van benne, az se baj. Jó, tehát ők voltak a Hemafree 85-ös sárga színű, kis pasztelsárga, jó kis nyári pasztelsárga, és ez a 087-es kis csoda, ő meg a kék. Mind ugye hemamentes, ezekhez ugye van hemamentes alapozó, géllakunk is, van hemamentes fedő is, de ezt mind-mind a webáruházba meg tudjátok nézni, rá tudtok keresni, egy külön csoport van a hemamentes géllakokra is. Úgyhogy ott is szebbnél szebb színek vannak. Ugye is egyre jobban bővítjük a listát. A héten figyeljétek majd, mert nagyon szép színek jönnek ki. Úristen! Azt pénteken lesz ugye a kiadás napja, úgyhogy figyeljetek, hogy minden pénteken osztjuk meg veletek az újdonságokat, és akkor már a webáruházban fent is vannak ezek az új termékek, úgyhogy figyeljetek most majd az új hemamentes géllakokat, hogy mi lesz majd. Na közben elkészült a kis tippünk, szépen megkötött, ráteszem erre a kis mágneses sínre. Gondolom látszódik, hogy milyen szép lett az átmenet, és nem használtam hozzá csak a saját géllak ecsetét. Na most akkor, hát ugye természetesen nyomdázunk rá egy picit, és egy ilyen kis cuki mintát, ugye, mint az előbb említettem, egy ilyen kis cuki mintát hoztam nektek, ezt a kis pitypangos jellegűt a 81-es nyomdalemezről. Itt van egy csomó ilyen pitypangos verzió, meg mindenféle tavaszi kisvirág és társai, látjátok? Úgyhogy erről tudtok, egymásra nyomdázós, kiegészítős, én őt fogom most itt lenyomdázni ezt a kis motívumot. 2-1 bennel eltakarítom a nyomdalemezemet. Ugye ez egy leoldó, lemosó folyadék. Nyomdalemezek tisztítására kiváló. Semmilyen maradvány nem fog benne maradni, hogyha ezt használjátok. De aceton tartalmaz, úgyhogy figyeljetek rá, hogy mihez használjátok ezt. Majd a Stamping Art 2 fekete, 02 fekete nyomdazselét fogom hozzá használni, ugye, ami nem csak nyomdázásra, festésre, díszítésre, bármire is alkalmas. Ezt most nem teszem ide, mert biztos, hogy összekennék vele valamit. Egy ilyen már semmire másra nem használt ecsettel veszek ki belőle egy picit. Ugye a kiválasztott motívumra majd próbálom, úgyhogy csak ezt azért akarom lejjebb húzni, hogy a lámpám ne tükröződjön benne, és ugye a kiválasztott motívumra fölkenem ezt a Stamping Art feketét, 02-es, majd a lehúzommal
lehúzom a felesleget. Hát remélem, hogy jó, mert aztán nem látok semmit. De talán ugye ezt a kék nyomdafejet hoztam, ezt nagyon szeretem, jól meg lehet fogni. Szöszhengeren szépen lezsírtalanítom, szösztelenítem, és felveszem egy billenő mozdulattal a mintámat. Mint itt látjátok, itt mindenféle egyéb dolog van még. Valaki a szöszhengerrel, de én egy fixáló törlővel szoktam a felesleget innen szépen eltávolítani. Itt van itt cicaszőr, minden. Ami nekem nem kell, hogy tiszta legyen a mintám. Remélem, hogy jó, mert nem nagyon látom. De a kis cicámnak a szőrét azt látom. Nos, ott van rajta ez a kis pitypangocska. Ezt már elveszem. Majd ugyanúgy a lemezt, ugye kettő az egyben leoldó lemosó folyadékkal szépen eltávolítjuk. Besatszoljuk, hogy hova szeretnénk ezt a motívumot. És jaj, még benne hagytam egy picit olyat, ami nem odavaló. Bocsánat. Itt van még egy sor, ami nem a mi mintánk. Az a másikból jött át. Na, tehát besatszoljuk, hogy hova szeretnénk tenni ezt a kis motívumot, és fogjuk szépen rábillentjük úgyni. Természetesen itt is, hogyha nem takarítottátok le rendesen, mivel ugye mondtam, nem is láttam rendesen, ha még maradt valami kis maradvány, azt fixálóval és egy szálmentes törlővel még köttetés előtt el tudjátok távolítani, tehát ez nem igazán ördögtől van, de most el kell, hogy vegyem innen, mert így nem látom, úgyhogy úgy fogom takarítani, bocsánat. Mert az előbb is ez volt a baj, hogy nem láttam rendesen. Jó, akkor ezt egy fél percig köttetjük. Ugye a stamping artnak a teljes köttetése az egy perc szokott lenni, ez lehet felületi díszítés is, vagy lehet bármi féle bevonatos díszítés is, fixre köt, nyugodtan használjátok, fényzselére is teljesen jól ráköt, nem fog lepattogni. Úgyhogy indázásra, vékony vonalak húzására, bármire is jó. Na, én visszahozom egy picit ezt a Stamping Art kettesemet, és veszek ki erre a kis nyomdasz fejhez lehúzó lapocskára egy picit, mert fogok még, nézzétek, na, tehát erről beszélek. Kinyitom a tégelyt, és tiszta olyan lesz a kezem. Még ki sem nyitom már, ha csak rágondolok akkor is, és nyakig vagyok csak fekete zselés. Van még közületek valaki ilyen, hogy egyszerűen én nem tudok úgy dolgozni, hogy ne kenjem össze-vissza magam mindennel. Borzasztó. Szinte csak a tégelyt veszem le, és már nyakig olyan vagyok. Vagy úgymond könnyékig. Na nézzük. Közben kisült nekünk ugye a kis mintánk. Szépen. Úgy. Akkor fogok neki festeni szárat. Most nyomdázhatnék neki szárat, meg az is van ezen a lemezen, de én most festek neki egy kis szárat. Ennek a kis motívumnak egy ilyen hatos ecsetszetnek a vékony ecsetét használom, semmi extra, az a lényeg, hogy vékony legyen az ecset. És tudom, innen húzom. Lesz neki egy ilyen kis szára. Szuper! Akkor a másik kis virágnak is lesz egy pici szára, ez kicsit vékonyabb, nincsenek nagyon szabályok.
És még van itt mellette egy másik kicsi. Oda is húzok egy kis szárat. Szuper. Teszek neki egy kis levelet is. Egy pici levél. Ide is egy pici levél. Bármilyen formájú, ami nektek éppen tetszik. Ugye ezeknek nem szokott olyan nagyon bonyolult levélzetük lenni, úgyhogy csak egy kicsit kell rányomni az ecsetet, megelemelni, és kész is. Jó, őt most betesszük köttetni. Köttetjük egy percet, mert most az ecsetemmel eléggé vastagon vittem föl ugye ezt a Stamping Art zselét, úgyhogy én adok neki egy percet a teljes köttetésnek. Jó, de nézzem, írtatok-e valamit. Van-e kérdés, lányok? Hát, nem. Nézem a TikTokot. Követtek. Igen, a szupi. Oké, nézzük a Facebookot. Sziasztok, sziasztok. Na, itt sincs kérdés. Itt vagytok még? Szuper. Na, mindjárt letelik. Aztán választok hozzá egy matt toppot. Ez még majd kell. Egy matt toppal fogom zárni. Ez a 2022-es verzió. Nagyon jó kis soft touch-os tapintása van. És egy pillanat, és mindjárt jár ez. Kész is vagyunk, és akkor be fogom fedni egy réteg mattal. Egy kis szösz. Mattocskával húnyni. Na. Ő is mehet szépen egy percre a minimum egy percre a lámpára. Lámpába. Na, ívelsebb, örülök, hogy nem csak én vagyok olyan, aki állandóan keni össze magát. Hát, de szó szerint így én is könnyékig olyan szoktam menni az egész alkarom, a mindenem, elfelejtettem elindítani a lámpát, úgyhogy most indul az egy perc. Tök jó vagyok, nem? Mert annyira nézem, hogy írtok-e valamit, de ha nem, hát nem. Úgyhogy szépen kötöget itt ez a pitypangoska. Addig viszont, tudjátok, hogy mit elő fogom készíteni még a másik stamping zselét, az 1-est, a 01-est, ez egy fehér. Ezt fogom még jobb híján ezzel a pontozótűvel. Fú, és hozzányúlok ehhez, és akkor már olyan, na jó, én ezt most itt letörlöm erről, mert már most ezzel összekentem mindent. Ez olyan, mintha valaki itt lenne az asztalomnál, és akkor így nézné, hogy na hova kenjük még ezt az egy csepp zselét, na hova, hol nincs még, hova kenjem, még nem veszi észre. Na szóval, letöröltem a feketét. És a fehérből fogok kivenni erre a kis lapocskára. Ezzel fogom díszíteni a mintámat. És még hozzá úgy fogom, lejárt, úgy fogom, hogy itt vannak ezek a kis pöttyöcskék, ugye itt körbe, amik így szállni szoktak, ezeket én szépen bepöttyözöm ilyen fehér stamping art-tal. A kisebb, a pontozom tűnnek a kisebb felét használom, itt van egy nagyobb bogyóka a
végén ezen meg a kisebb, tehát hogy kisebb, vékonyabb legyen, és akkor elkezdem így szépen felvinni, ahova látom, hogy vannak ilyen pöttyök, kisebb, nagyobb, random, nincs szabály, még az se baj, hogyha nem pont odaesik, ahol a motívumban van. Ahogy esik, úgy puffan, az a lényeg, hogy tegyek egy jó párat ide köré, szépen, mert úgy fogja mutatni a mintát, hogy ez száll mindenfelé ez a kis. Porocska, vagy nem tudom mi ez a növénynek. Szuper, látjátok? Mutatom a másik kamerába is, jó? Én most így itt kipontoztam, ugye a felületére, köttetem őt is legalább egy fél percig, mert még folytatom tovább, mert hogyha nem köttetném, akkor egy perc kellene, mert ebből is azért jó vastagon sikerült rakni. Ugye a pöttyök azok nem olyan vékony motívumok, mint a nyomdázás, úgyhogy ezért kell tovább köttetni. Szóval közben eltakarítottam a nyomdalemezt is. Jó, és akkor teszek még ide mellé egy fényes toppot hoztam, ami fixre köt, és ez a Shiny Top Coat Free. Ez is hemamentes, ez egy kicsit ilyen közepesen sűrű állagú, nagyon-nagyon fényes fényzselé, géllak fény, top coat, és ide pöttyintek ebből is, és az előzőleg felvitt fehér stampingált pöttyöcskékre fel fogok tenni ebből a fényzseléből, és ezzel lesz neki egy ilyen vízcseppes hatása. Na most ezt már azért úgy csinálom, hogy nem baj, hogyha egy picit nagyobbak a cseppek, nem baj, hogyha több megy rá, de egy ilyen 8-10 pöttyönként azért egy ilyen 2-3 másodperccel tegyétek be a lámpába, hogy ne folyjanak el azért annyira ezek a cseppecskék, hogy ne egy ilyen paca legyen. És akkor utána folytathatjuk. Kisebb, nagyobb, amit szeretnél, rámehetsz kétszer is, hogyha nem elég vizes hatásúnak találod. Az a lényeg, hogy ezek a kis fehér pöttyök, ezenek bele legyenek vonva egy ilyen fényesen csillogó, vizes hatású, fixre kötő toppal, ami a minél sűrűbb, annál könnyebb vele dolgozni. Ugye ez a Top Shiny, ez egy ilyen közepes sűrűségű, és nagyon-nagyon sokáig fényes marad. Ezt nagyon szeretem most. Nincs benne UV-szűrő, tehát nem kékíti le a sötétebb színeket. Ezt is tudjátok róla. Nagyon fogjátok szeretni szerintem. Nagyon szép fénye marad, nagyon tartós lesz, és akkor szerintem én úgy látom, hogy talán mindegyiken van. Itt a középsőt még kiemelem, meg ott is, és akkor mehet be a ráteszem, mehet be a lámpába. Köttethetjük szépen. Eddig gondolom nem volt olyan bonyolult. Ezt a kis vizes hatást, vízcsepp hatást, ezt ugye nagyon szoktuk szeretni, de akkor, ha igazán akarjátok, hogy érvényesüljön, akkor matt felületre tegyétek, ugye egy mattopra, vagy bármilyen matt felületre, mert akkor jobban kiemelkedik ebből a matt hatásból, és akkor sokkal jobban fog látszódni. Na, még én egy pár darabot ebből a fehérből teszek ide még felülre, így random. Egy
Kicsit megdekorálom még itt a körmömnek a felső részét, mondjuk így, és akkor ezzel is köttetem tovább. Még azt gondolom, hogy az oda kell. Picit köttetem, és akkor még oda arra a részre teszek fényzselét, vagy hát fedőt, a Shiny Top Coat Free-t, jó. Ugye ezt a hámamentesekre is tudjátok használni, hogyha teljesen hámamentesen akartok dolgozni, akkor ezzel tudjátok zárni a körmöket, ha fényeset akartok. Ugye vannak hema-free bézek is, akkor olyat kell hozzá választani. Na, szuper! Akkor a Shiny-val is átpontoztam itt ezeket a kis fehéreket, és most már beteszem egy fél percre, ezt elveszem, de még nem végeztem a díszítésemmel, mert még fogok rátenni egy kis spidert, egy kis spider zselét, abból is a fehéret, ugye ehhez most így a fehér illik, és akkor nem kell kiköttetni az összes topnak, meg mindennek a teljes idejét, hanem elég csak így részköttetést csinálni, hiszen megspiderezzük, és akkor utána még úgy is megy egy végső köttetésre, úgyhogy elég csak ilyen részköttetéseket készíteni ehhez. Na nézzük. Ha rég használtátok a spider zseléteket, minden esetben keverjétek föl egy picit. A csillámosokat kötelező, ezeket is kötelező, ugye ezeket a matt színűeket, amiben nincs csillám, mert itt is, hogyha nem használod minden nap, akkor elválnak a pigmentek, és akkor nem lesz olyan intenzív a színe, tehát ajánlott át keverni. Az enyémben már nem sok van, mert én elég sokat használom, de ezt is tudom ugyanúgy használni, mint ahogy ha több lenne benne. Na nézzük, próbálom így mutatni nektek. Erre a részre fogok egy kis spidert tenni. Ugye nem tudom, hogy használtatok-e már ilyet, de minél jobban engeded a szálat lelógni, annál vékonyabb lesz a szálad. Ha nem engeded nagyon, akkor ugye vastagabb lesz a szál, tehát hogy így tudod szabályozni. Hogyha hosszan engeded nyúlni, akkor azzal tudod szabályozni a vastagságát. Ide-oda teszek ebből a kis fehér spiderből. Na nézzem mennyi. Hát olyan túl sokat nem. Kinek hogy esik kezére. Lehet ide a pöttyök közé is, hogyha akartok. Én szeretem inkább egy picit vékonyabban használni ezeket a spidereket. Kicsit elegánsabb, kicsit finomabb lesz tőle a mintánk. De nyilván ez mintafüggő, meg kinek mi tetszik. Jó, tehát ezt így föltettem a spiderünket, ennyi volt az egész, nem egy bonyolult, és mehet most már végleges köttetésben, mehet egy percre a lámpánkba. Itt már nem fogok vele semmit díszíteni, úgyhogy ezt már ki kell, hogy várjam a köttetést teljesen. Ugye a spidereknek is egy perc a köttetése, teljes köttetése. Azt is érdemes megvárni. Még megcsinálod az egyik kézen, addig megköt a másik kézen, úgyhogy ezzel nincs is szerintem annyira gond. És akkor kész is van a gyors díszítésem. Közben itt rendet raktam magam mellett, hogy ne legyek könnyékig zselés. És na nézzük, mutatom, hogy mit műveltünk itt, kérem szépen. Na,
Kész is lett a mintánk. Mutatom először az egyik kamerába, jó? Közelítem picit, hogy itt lettek ezek a vizes hatású kis cseppecskéjeink. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza, vagy mennyire látszik a kamerába. Mutatom a másik kamerába is. És akkor ez egy picit azért így kitüremkedik, tehát nem sík belé a díszítés. A spidert azt lehet egy finom fixálóval áttörölni, mert az nem fixre köt, úgyhogy ha készen van, akkor csak így áttörlitek, és már kész is. Mondjuk én valahogy nem szoktam áttörölni, de amúgy fel sem tűnik, mert nem marad nagyon ragacsos egyáltalán. Jó, tehát ennyi a kis tavaszi-nyári, hát ez már inkább nyári kis motivumunk. Szerintem nagyon gyorsan meg tudjátok csinálni, és bármilyen virágot használtok hozzá, vagy bármilyen motivumot, ezzel a vizes hatással fel tudjátok dobni. Szerintem ez a kicsit így ilyen extrább lett, még így messziről is. Úgyhogy ide teszem a többi mellé. És akkor mutatom még a szett többi részét, hogy őt is itt mutatom mindjárt a Facebookon is. Itt ezzel a kis motívummal csináltam, és akkor a kékre viszont már csak ezeket a kis cseppecskéket tettem. Mutatom a Facebookon is, hogy itt is ugyanaz a kis pitypang motívum van a sárgán, egy kis spiderrel, és akkor a kékre már csak ezeket a kis pöttyöcskéket tettem a vizes hatással. Jó? Na, hát remélem ez elég jó kis nyári kis jó kis ötlet lett. Tudjátok valamilyen formában valamelyik részét hasznosítani a munkátok során. Próbáljátok ki, nagyon egyszerű, nem lehet igazán elrontani, tehát, hogy itt azért nincsen olyan sztori, hogy elrontottam, nem nagyon lehet ezt elrontani. Talán azzal, hogyha híg topot használtok, fényes topot használtok hozzá, mert az gyorsan összefolyik, tehát, hogy az igazán nem jó. De így ezzel egyenként így kitudorodnak ezek a kis cseppecskék, így szerintem teljesen jó. Na, van-e még esetleg kérdésetek valami? Lányok, fiúk. Továbbra is nézzetek minket keddenként. Még júliusban leszünk, aztán elmegyünk mi is nyári szünetre, de ősszel ugyanúgy fogunk jelentkezni keddenként, úgyhogy várunk vissza benneteket, pihenjetek ti is, nézzétek az akciónkat, folyamatosan vannak akciók, ilyen pénztárcabarát akciókat, figyeljétek, weboldalon nagyon-nagyon sokféle anyag van akcióba, akár féláron meg tudjátok venni a szebbnél szebb géllakkokat is, úgyhogy szerezzétek be a nyári színeket, az őszi színeket, a mindenféle színeket, figyeljétek az oldalt, mert még mindig-mindig tart az akció, és azért nyilván nem mindegy, hogy teliárba, vagy pedig féláron tudjátok ezeket megvásárolni. Szuperemnél szuperek színek. Jó? Nagyon köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogy velem tartottatok. Ma is. Sok puszi mindenkinek. Sziasztok! Szép estét!